Nyárnyitogató. Elismerésben részesült Jenei József. Tragédia történt a Körösön. Erősödött a lakóingatlan piac Karcagon is. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 14-én 18 óra 5 perckor. Nyárnyitogató, gyermeknapi családi délután tartottak a Zöldfa úti óvodában. A részletekről Harsányiné Szabó Ilona tagú vezetővel beszélgettünk. Harsányiné Szabó Ilonával, a Zöldfa úti óvoda vezetővel beszélgettünk. Itt mögöttünk már javában zajlik a gyereknap. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek ez most egy óriási élmény. Annál is inkább köszönjük, hogy a tévés felvételt készít a rendezvényünkről. Annál is inkább fontos ez a gyereknap, hiszen az elmúlt két évben a Covid helyzet miatt rendezvényünket csak szűk körben a gyerekekkel együtt tudtuk megvalósítani, és ez az első olyan rendezvényünk a Covid járvány kitörése óta, ami közösen együtt a három csoport gyermekei, szülei együtt lehetnek, és együtt tevékenykedhetnek, játszhatnak egy szép délután keretében. Itt elmondhatjuk, hogy gyerekek is, óvónénik is fellépnek, a szülők pedig bekapcsolódnak a gyerekekkel a közös arcfestést, a kezel sok-sok játékba. Igen, olyan programokat próbáltunk a gyerekeknek kínálni, amik kedvelt. Ilyen ugye a lányoknál a csillámtetoválás, arcfestés, a fiúknak a mozgásos játékok, kézműves tevékenységek, és van légvár is egy kisebbeknek, akik nem szeretnének egyikbe se bekapcsolódni. Emellett ugye nem csak a ilyen játékokkal készültünk, hanem készült a tehetségműhelyünk is egy kis műsorral, illetve majd a végén, meglepetésként, akik majd végig itt lesznek a rendezvényünkön, ők pedig ajándékul egy óvónői mesében fognak részt venni, és előadjuk számukra a Kiskakas Gyémánt Félkrajcárja című mesét. Biztos fogják nagyon élvezni a gyerekek, itt az előbb beszéltünk, és mondta, hogy már a ballagás megvolt. Akkor a nagyok már elköszöntek az óvónéniktől, és a fájó szívvel gondolom sokan a kis csoporttársaiktól is. Igen, az elmúlt héten folyamán minden nap, tehát három csoportunk szerda, csütörtök, pénteken ballagott el az óvodától. Ilyenkor a délután keretében egy tanévzáró ünnepség zajlik, és a tanévzáró ünnepség keretében pedig elbúcsúzunk iskolába menő gyermekeinktől. Minden csoport a saját gyermekeitől búcsúzott ebben a tanévben, és köszöntötte őket verssel, dalokkal. Hány kisgyermek kezdi az iskolát? 19 gyermek kezdi most meg az iskolát ebben a tanévben, és reméljük, hogy valamennyi helyre kis csoportos fog érkezni majd ősszel az óvodánkba. Addig pedig még sok-sok minden fog történni itt a Zöldfa úti óvodában. Azt kívánjuk, hogy legyen jó nyaruk. Köszönjük szépen, mi is ezt kívánjuk, egy felhőtlen nyarat, amikor a gyerekek önfeledten játszhatnak itt az óvodában, majd a tábori programokon és otthon a családjukban is, illetve lesznek olyan gyerekek is, akiknek ügyeletes óvodába kell majd menniük, hiszen a szülők nem mindenki tudja a nyári zárás ideje alatt megoldani a szabadságot, őrájuk majd az ügyeletes óvoda programjai várnak. Jenei József rendőr alezredes Szepesi Tibor polgármestertől vehette át a Karcagvárosi Önkormányzat közbiztonsági díját. Jenei József rendőr alezredes Szepesi Tibor polgármestertől vehette át a Karcagvárosi Önkormányzat közbiztonsági díját. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, és úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy ez nem az egy év munka, hanem a több év munkának egy elismerése. 1996-ban kezdte a rendőri pályát, most a közlekedés rendészeten dolgozik. Ezt a közel 30 évből egy 2-3 év volt, amikor nem a közlekedés rendészeten dolgoztam, egyébként végig itt. A civil szakmája is műszaki, ami a baleseteknél előnyt jelent, hiszen a helyszínelésnél sok műszaki jellegű dolog van. A civil szakmám is műszaki, de a közlekedésnél is az is sok ilyen műszaki jellegű dolog van, főleg baleseteknél. És főiskolán is ezt a szakot tanultam, és gyakorlatilag ezt mondom, hogy ez érdekel, és ezt szeretném a jövőben is csinálni. Őt is megviseli egy-egy tragédia, együtt érez a rokonokkal, de tudja, nem szabad teljesen beleélnie magát a helyzetbe ahhoz, hogy objektív döntéseket hozzon a vizsgálat végén.
megpróbálok nem azonosulni ezekkel a dolgokkal. Nyilván együtt érzek a rokonokkal, hozzátartozókkal, de nem szabad teljesen nekünk ebbe úgy beleélni magunkat, meg kell próbálni ezt, mint egy munkát, egy tárgyas objektíven tekinteni rá, mert így tudunk objektív döntéseket is hozni a vizsgálat végén. Tehát nem szabad, hogy az érzelmek elvigyenek. Itt az előbb már említette az objektív szót, hogy a munkájához ez nagyon fontos, de a megelőzés is fontos az önök számára, hiszen azért nagyon sok olyan előadást és bemutatót tartanak a gyerekeknek is és a felnőtteknek is. Próbáljuk ugye megfogni az embereket. Itt nagyon-nagyon intenzív nálunk, és úgy gondolom jó színvonalú az iskolákba, óvodákba folytatott balesetmegelőzés. Úgymond megtaláljuk a felnőtt korosztályt is, és még a nyugdíjasokat is. És minden fórumon próbáljuk megragadni a lehetőséget, hogy ezt a balesetmegelőzést így propagáljuk. Szabad idejét vadászattal és méhészkedéssel tölti. Szabad időmben, hogyha van rá időm, tehát én időzőjelben nagyon vadászok, illetve méhészkedem, és akkor itt van lehetőség kicsit kikapcsolni. És volt-e olyan élménye, ami ehhez kötődik, tehát a vadászathoz, vagy a méhészethez, tehát mondjuk amikor az első családot megvette, emlékszik-e még erre, hogy ez hogyan indult a méhészet? Hát az a méhészet is úgy indult, hogy a korábbi munkahelyemen ott több beosztottam is voltak, méhészkedett, és akkor ő inspirálásukra lehet így fogalmazni. És kipróbáltam, vettem 3-4 mély családos, utána szép úgy felszaporodott, és úgy megmaradt, úgyhogy most már őstermelőként ezzel foglalkozok. És nehéz hivatás? Nem tartom annak. Én nekem ez egy ilyen jó kikapcsolódás, hobbi is. Szeretem csinálni, kikapcsolja az embert. Tragédia. Belefulladt a körösbe egy fiatal. Holtan találtak egy fiatalt a körösben? A körös középmértékben van 5-6 méter, de például a fiút, ahol a parton találtak meg, ő is 3-3,5 méter, tehát hirtelen mélyülő szakaszok vannak, és nagyon sok akadó, nagyon sok bedőlt fa van, amiben ugye sajnos a fiú is elakadt. Vasárnap úszni ment egy dévaványai fiú, Gyomaendrődön, a 3-as körös szakaszán, a Hősök útja végén található Szabadstrandon fürdőzött, amikor elmerült. A körös mentőcsoport búvárai másnap találták meg a fiatal holttestét a folyóban. A rendőrség az általános közigazgatási rendtartás szerint vizsgálja a tragédia körülményeit, tájékoztatta televíziónkat dr. Szombati Andrea, a Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Pataki Balázs, a Dívaványai Rex Mentőkutyás Egyesület elnöke elmondta, rendőrségi megkeresésre vettek részt a fiatal felkutatásában nyomkereső kutyáikkal. Gyomaendrőd Szabastrandon tartózkodunk, ahol egy sajnálatos vízibaleset történt vasárnap este. Egy 20 éves fiatal fiú fulladt a vízbe és hunyt el. A keresés még aznap vasárnap este itt a hátam mögött lévő vízterületen megkezdődött. A tűzoltóság kezdte meg a keresést, halőri szolgálat, vízi rendészet is volt a helyszínen. Aznap este nem találták a testét meg, majd másnap kaptunk mi riasztást, mi civil egyesület vagyunk, és a rendőrség felkérésére speciális keresőkutyákkal veszünk részt ilyen vízibaleseteknél. Búvárcsoport lett hívva a helyszínre, 11 órakor értünk a helyszínre a búvárcsoporttal együtt. A búvárcsoport a megjelölt helyszínen, ahol látták, hogy eltűnt a fiatal férfi, a búvárcsoport lemerült, és körülbelül 3,5 méter mélységben megtalálták a fiúnak a holttestét, a mi kutyáink is megerősítették a helyszínt, és utána megtörtént a testnek a kihozatal a vízből, és a rendőrség lefolytatta ilyenkor az eljárást. Az én tudomásom szerint átúzták itt a kőröst a hátam mögött, és a másik oldalon feltehetően nem tudott már felmenni. Ugye, folyóvíz ismeretlen, tehát elég veszélyes. Sodrás örvények vannak, úgymond veszélyes. Kifejtette, vasárnap tűnt el a fiú a gyomaendrődi Szabadstrandon fürdőzés közben. Aznap este már keresték szonárral, de nem jártak sikerrel, őket pedig hétfőn riasztották. A búvárokkal együtt érkeztek a helyszínre, akik meg is találták a fiatalt, mintegy 3,4 méter mélyen. Kutyáikkal megerősítették, hogy ott merült el a keresett személy.
Végül hangsúlyozta, ők civil egyesületként működnek, így az eljáró hatóságok a rendőrség riasztására vehetnek részt a keresésben, ám közben a hozzátartozók is kérték őket erre. Csendesebb április után májusban újra erősödött a lakóingatlanpiac, országosan 12.519 lakóingatlan cserélt tulajdonost és 140 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélű jelzáloghitel realizálódott. Májusra becsült 12.519 tranzakció 5%-os emelkedés az előző hónaphoz képest, de még így is 12%-kal elmarad a tavalyi májusi kiugróan erős forgalomtól. Az ingatlanárak első negyedében tapasztalt jelentős emelkedése és a folyamatosan dráguló hitelkamatok ellenére sem csökkent egyelőre jelentősen a fizetőképes kereslet az ingatlanpiacon. Az idén már több mint 63.000 ingatlan cserélt tulajdonost, ami átlagosan havi több mint 12.000 tranzakciót jelent. Az aktív piacon azonban a szűkülő kínálat és a nehezedő hitelkihelyezések miatt egyre nagyobb szükség lesz eladói és vevői oldalon is a közvetítői szakmai segítségre. A jelzálog hitelpiaca az áprilisi rekordmagas volumen után újra nagyon erős hónapot zárt. A Duna House becslése alapján májusban 140 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzálog hitel realizálódott. Ez az előző hónaphoz képest 3%-os csökkenést mutat. Áprilisban ugyanis a Magyar Nemzeti Bank tény adatai szerint 144,7 milliárd forint összegre szerződtek az ügyfelek. Az előző évi májusi adatokhoz képest ugyanakkor 16%-kal nagyobb hitelvolumen realizálódott Magyarországon. A hitelpiacot áprilisban és májusban elsősorban az új építésű ingatlanokhoz kapcsolódó kihelyezések erősítették. Karcagon elsősorban a belvárosi ingatlanárak emelkedtek. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!